Két éve határozott úgy Tisza Eszlár képviselőtestülete, hogy az önkormányzat megvásárolja azt a magánkézben lévő épületet, amelyből mostanra idősek otthonát sikerült varázsolni. Nagy Tibor polgármester elmondta, az átépítéshez nem volt szükség pályázati támogatásokra, saját forrásból erős közösségi hozzájárulással sikerült elvégezni a munkálatokat. Ez tulajdonképpen egy 60 millió forintos beruházás, és ez az önkormányzat pénze vagy önerőből valósult meg. Nyilván a helyi emberek rengeteget dolgoztak társadalmi munkában is, köszönet érte itt ezen a szinten is. Mostanra elkészült 99%-ban. Vannak még apró simítások, de tulajdonképpen néhány hét múlva beköltözhetővé válik ez az intézmény. A hétfői átadó ünnepségen elhangzott, a megyében még mindig nincs elegendő hely idősek számára szociális intézményekben. A várólista hosszú, bekerülni nagyon nehéz. A polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte, a vártnál is magasabb érdeklődés mutatkozott az intézmény iránt. Létszám stop volt mindenfelé a megyében, meg az országban is, és nagyon sok helyen, nagyon sok idős embertől halljuk, látjuk, mondják, hogy ha valahol be akarnak kerülni idős emberek, akkor sokszor hónapokat, de valamikor éveket kell várni. Olyan intézményben, ahol viszont két ágyas szobák vannak, mint itt nálunk lesznek, ilyen helyre nem is nagyon lehet bekerülni. Itt most 18 fő az, amely idős embert el tudunk helyezni első körben. Nagyon sok jelentkező van, olyan emberek is jelentkeztek már, akik korábban elköltöztek Tiszaeszláról, most pedig épp a múlt héten jártak itt, hogy visszaköltöznek, ha be tudjuk őket ide fogadni. Az otthon elsősorban az idősek gondozására, biztonságuk megteremtésére helyezi a hangsúlyt. Ugyanakkor szeretnék elérni azt is, hogy a rászorulók részére valódi közösségi tér legyen az új intézmény. Ezért van jelentősége, hogy a megszokott településen, ahol leélte az életét, a megszokott barátok, ismerősök, szomszédok között fogja leírni a hátralévő éveit, és természetesen remélhetőleg az itt dolgozókat is fogja ismerni, tehát azon túl, hogy egy kis intézmény, mindenki mindenkit fog ismerni, a dolgozókat is ismeri, és akkor sokkal könnyebb lesz a beilleszkedés, az alkalmazkodás a környezetbe. Román Demeterné hozzátettem, a Magyarországon mintegy 30 ezer időskorú várakozik szociális intézményi ellátásra. Mivel sokan több helyre is beadják kérelmüket, így az igénylő gyakran az első behívóra kénytelen igent mondani, még akkor is, ha otthonától távol kap elhelyezést.